Mozgalmas szezon tudhat maga mögött a Baktaló Rendházi futballcsapat. A megyei első osztályban a 7. helyen végzett az Illés László által irányított együttes, amely a Magyar Kupában magasabb osztályú ellenfeleket búcsúztatva jutott a legjobb 32 közé. Ennek eredményeként az Amatőr Kupa döntőjében az MTK stadionjában léphetett pályára a Bakta, amely a megyei kupadöntőn a Balkánytól elszenvedett vereséggel zárta a szezont. Ha mindent összevetünk, akkor a 16-os, 17-es év jól sikerült, hisz a Magyar Kupában országos amatőrkupa döntőt tudtunk játszani, bajnokságban pedig a 7. helyen végeztünk. Azt gondolom, hogy talán a bajnokságban, hogyha nagyobb szerencsénk van az őszi hazai meccseken, akkor legalább az első ötbe tudtunk volna érni, az első ötbe, de jó van, ez itt kipipáltuk, most kicsit pihenünk, nyarulunk, aztán várjuk a következő feladatokat. Hosszú idő után új edzője lesz a csapatnak, Illés Lászlótól eddigi segítője, Gebri Pál veszi át a szakmai munka irányítását. Körülbelül ugye 8 hete leültünk Illés László, Gebri Pál és én, egyeztettük a jövőt, beszélgettünk az akkori állapotról is, terveztük a jövőt. Ekkor Illés Laci bejelentette, hogy amennyiben van rá lehetőség, ő szeretne egy kicsit pihenni. Tudni kell azt, hogy ugye Laci 1000 éves baktai, sokáig focizott, 2 évtizeden keresztül focizott nálunk, 7-8 éve, mint edző is már ott tevékenykedik, és sajnos volt egy családi tragédia, a bátyja nagy betegség után elhunyt, és most nagyobb szükség van rá a családjában, mint eddig volt. Ő neki 3 gyermeke van. Én azt gondolom, hogy valamilyen formában megpróbáljuk őt is pótolni, viszont ott lesz közöttünk, hisz a tahót ő számolja el, akkor ő elnökségi tag is. Tehát úgy marad idézőben minden régiben, csak annyi, hogy szakmai munkáért Gebri Pál lesz a felelős. Az elnök elmondta, hogy a góllövő listán 23 találattal második helyen végző Marics Gábor Sényőre igazol, a második számú kapusra Marics Istvánra nem tart igényt a klub. Helyére Borkó József érkezik, és Pataki Gergő személyében Pátroháról tér haza egy baktai illetőségű futballista. A csapat július 8-án kezdi el a felkészülést.